Vannak olyan jó emberek, akik nem engedik, hogy egy adományból meghozza a vezetői a város. Szomorú vagyok, hogy az emberek éjségét a polgármester arra használta fel, éjség közben a viselkedésüket, hogy bennünket bánt. Most helyen kapottatnak lehet fölmenni a polgármester ajtaját verni, mert ő utasította el azt a segítséget, amivel pontosan megcímezhette volna. Ezeknek az adományoknak a helyét, legjobb helyét. Mi arra igyekeztünk felhívni a figyelmet, és ez sikerült, hogy az országban polgármester és semmilyen... Miskolcon vállalnunk kell azt, hogy vannak szegény. A mai napi összejövetel ennek a rendőrségnek az utóélete. A médiában a polgármester 400 ezer forintos károkozásról regélt. A másik oka, hogy itt vagyunk, hogy megvédjük Miskolc közösségét attól, hogy tényleg 80 rózsát 400 ezer forintért vegyen meg a polgármester. Mert képes rá. Csak azért, hogy bebizonyítsa, hogy igazat mondott. Ez nem így van. Így volt. Ilyen Miskolc. Hajrá!